Szemelve a térkezik Széchenyi egy felel az első vágánynak, az első vágány mellett vigyázzanak. A vonat 12 óra 10 perckor indul vissza Széchenyi egy állomásra. Megérkezett a fényvonat a hűvös völgyi végállomásra. Egy gyors helycsere után már is indul tovább, hogy a budai hegyek között kanyarogva páratlan élmény nyújtson az utasoknak. Ez a szerelvény vasárnapig még 2 óránként közlekedik a Széchenyi, illetve a hűvös völgyi végállomásokról, hétvégenként pedig a pöfögő gőzmozdony szolgálatba. A kis vasutat évről évre egyre több turista keresi fel. Azt figyeltük meg, hogy december elején egy kicsit a bevásárló hétvégék miatt csökken az utasok száma, majd karácsonytól a téli szünet végéig kifejezetten sokan jönnek el a budai hegyekbe. Ha van egy kis hóesés, akkor persze még többen látogatnak ki hozzánk, de ettől függetlenül egy népszerű időtöltés lett a téli szünetben is a kisvasutat választani. Egyébként büszkeségünk, hogy a tavalyi évben 319 ezeren utaztak a kisvasúton, ami mindenképp emelkedés az előző évek. A korábban úttörő vasútként ismert gyermekvasút nem csak a magyarok, de a külföldiek körében is rendkívül népszerű. Soha nem láttam még ilyet. Egy kicsi országból, Máltáról jöttünk, és ott nincsen vasút. Most utaztunk először vonaton. Hiába van az iskolában téli szünet, ezek a gyerekek ma is szolgálatban vannak. A 13 éves Weaverberg Vincent ma naplózó feladatot lát el, vagyis ő indítja a vonatokat. A szakma tetszett, hogy a vonatokkal foglalkozok, irányítani, másoknak segíteni, akik újabbak nekik, hogy ugyanolyan tapasztaltak lehessenek. De ez a közel 12 kilométeres vasútvonal még a Guinness rekordok könyvében is szerepel, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a pénztáros, a rendelkező, a hangos bemondó, a mozdonyvezető, de még a kalauz is gyerek. A budapesti gyermekvasúton a forgalmi és a kereskedelmi szolgálatot is gyerekek látják el. A vasutas szakma pedig annyira népszerű a gyerekek körében, hogy a képzésre többszörös a túljelentkezés. Gyermekvasutasnak 4., 5., 6. osztályosok jelentkezhetnek, és 8. korukig lehetnek szolgálatban. Egy 4 hónapos képzésen ismerkednek meg a vasutas szakma alapjaival. Az elmúlt években egyre többen jelentkeztek egyébként gyerekvasutasnak, úgyhogy jelenleg már a következő induló tanfolyamunkra sincsen hely. A gyermekvasút honlapján érdemes tájékozódni, és akár az őszi képzésre előjelentkezni már. Akik pedig nem férnek be a képzési keretbe, ők várólistára kerülnek. Évi 600 kisiskolás teljesíti szolgálatot önként. A képzéseken körülbelül 100 gyermek tud részt venni, akik a tanfolyam után rögtön szolgálatba is állnak. A jelentkezők számából ítélve a gyermekvasút a következő években sem marad utánpótlás nélkül.